bihari népdalgyűjtésekből készített kötet és CD berettyú újfalui bemutatóján 80. születésnapja alkalmából is köszöntötték Bence Lászlóné, dr. Mezi Juditot, a kötet szerzőjét. A bihari múzeum előadó termében megjelent érdeklődőknek Kála Irén igazgató köszöntőjét követően Balogh Sándor, a Dialekton kiadó vezetője mutatta be a Vetetten Violát című kiadványt. Elhangzott a kötet egyfajta válogatás Bence Lászlóné 1970-es évek közepétől végzett bihari népdalgyűjtésének több mint 500 dallamából. A gyűjtemény a 35 évvel ezelőtt megjelent Szivárványos az ég alja című bihari daloskönyv folytatása, korszerű bővítése. A 130-es sorszámozott lejegyzéshez szorosan kapcsolódik 3 CD anyaga is. Nagyon kedves, szeretetteljes hangulata volt ennek a mai köszöntőnek, és számomra óriási meglepetés volt, mert hát egyrészt az, hogy Halász Zsigmondné bácsó Aranka bejött és énekelt, ő volt a legfiatalabb énekes ezelőtt közel 40 évvel, amikor a gyűjtést elkezdtem. És hát óriási ajándék volt a Zenetudományi Intézettől, hogy a nekik átadott gyűjtéseimet, egész életem munkáját most digitalizálva visszakaphattam. Ez már a mai technikának hála, ez így lehetséges volt. A két első kiadásnak nagy előnye volt, hogy a citerások, énekesek láthatták a kottát, de még nem hallhatták hozzá a hangokat, különösen nem úgy, mint ahogy a mostani CD-ken, hogy az eredeti énekeseket halljuk, ahogy nekem 40 évvel ezelőtt énekeltek. Ez egy nagyon nagy ritkaság és érdekesség, hogy így lehet hozzájutni. A mostani kötet egy közös munka, ez kiderült a mai könyvbemutatóból, ki mindenkinek a munkája kellett ahhoz, hogy ez most így kézben foghatóvá váljon? Ez egy nagyon szerencsés kis csapat, és mondhatom, a két tanítványom és már tanítványi unokám is Bolya Mátyás személyében, tehát Balogh Sándor volt tanítványom és Gelencsér Ágnes, akik lejegyezték és a komputerbe beírta Gelencsér Ágnes az összes dallamot, ami rettenetes nagy munka. Csak aki csinálta, azt tudja, hogy mennyivel komplikáltabb, mint hogyha egyszerűen kézzel kottázunk valamit. Bolya Mátyás írta be a komputerbe az összes szöveget, és Demeter Gitta volt az, aki miután Balogh Sándor a könyvet magát megszerkesztette, akkor egy olyan szép tipográfiai munkát végzett, annyira ízlésesen, szépen könyvé álmodta az egészet, és nagyon-nagyon örülök. Sajnálom, hogy már 80 éves vagyok, hogy nem kezdhetem újra ezt a gyűjtőmunkát, mert hiszen még élnek a hagyományok, hála Istennek, falun, csak meg kell keresni. Egy nagy tartozásunk van Jutkanéni felé, ugyanis Jutkanéni a teljes gyűjtését az Akadémia Zenetudományi Intézetében letétbe helyezte, ahol megfelelő körülmények között légkörül kondicionált raktárban tároljuk, és kicsit késő ugyan ez is, de megtörtént a teljes anyag digitalizálása, és ezt az ünnepélyes pillanatot választottam arra, hogy választottuk, hogy ezt most átadjuk Jutka néninek. Ebbe gyakorlatilag gyorsan összeszámoltam, hát közel 130 órányi gyűjtés van rajta. Ez két DVD-re sikerült kiírni, úgyhogy ezennel most ezt átadom, és boldog születésnapot!